Mikor és hogy kezdődött a történeted a lábtenisszel? Főiskola évek alatt kezdtem el lábteniszezni, és utána kezdtem el komolyabban utána járni az egésznek. Mit szeretél meg ebben a sportágban? Ugye a foci volt nekem is addig a mindenem. A lábtenisz egy újabb irányt nyitott teljesen, tehát azt láttam, hogy technikailag nagyon látványos dolgokat csinálnak, illetve ide is kell azért kondíció, koordináció, és emiatt kezdtem el komolyabban csinálni. Eddig milyen eredményeket sikerült elérned? Magyar bajnokságon ugye 2008-ban egyszer sikerült magyar bajnoknak, hanem egyénibe, illetve páros hármasba is második-harmadik helyezéseket értünk el. 2014-ben ugye tavaly szintén sikerült egyéniben magyar bajnoknak lenni, ott két harmadik helyünk is van párosba, hármasba, illetve rengeteg nemzetközi verseny volt korábban, tehát egész 2006-tól kezdődően. Én azóta számítok így válogatottnak, 2006 óta, és azóta, hogy mondjam, a nemzetközi lábtenisz versenyeken is egyre jobban jönnek fel a csapatok, illetve egyre látványosabb elemekkel, illetve új trükkökkel a szlovákok, illetve a csehek, ők az elitek jönnek elő. És mik várnak rád a jövőben? Most nem sokára lesz magyar bajnokság, 24-én, illetve 25-én Szentesen szintén. Novemberben pedig lesz egy Európa bajnokság, amire szintén nagyon készülünk. Az akadémisták mennyire nyitottak erre a sportágra? Nagyon szeretnek lábteniszezni. Takács Mihály fölkért most, hogy csináljuk meg ugye a kollégium bajnokságot, ez el is indult egy hete. Négyféle korcsoportot csináltam, és a srácok azóta is folyamatosan játszanak, írják be az eredményeket is. Most a kezdetben a csoportmérkőzéseken egy szettek vannak, mert nagyon kevés idejük van, és utána majd a döntőbe jutást a helyosztókon, ott szeretném mindenképp, hogy két nyert szett legyen a meccs. Vannak kiemelkedő tehetségek is? Igen, tehát itt a focisták között rengeteg tehetség van. Az a baj sajnos, hogy nincs annyi idejük már, mint korábban. Tehát egy 4 évvel ezelőtt, és mikor idejöttem, akkor sokkal több szabad idejük volt, sokkal többet lábteniszeztek, még az edzők is. És az a baj, hogy most rengeteg programjuk van, ami miatt nem tudnak annyit játszani. Hogy látod, a lábtenisz, az segítheti őket a hagyományos futballban is? Igen, mindenképpen fejlesztő hatással van, és ahogy szétnézünk, ugye így világszerte egyre több labdarúgó használja ezt kiegészítő sportákként. Itt is például megemlítenem Daróczi Zoltánt, aki nálunk el fog jönni magyar bajnokságra, és a hármas szakákba védekező játékosként részt fog venni a bajnokságba. Milyen korosztályok a legnyitottabbak erre a szokatlan sportágra? Itt is, mi nagyon sok sportágban, minél korábban jó, ha elkezdi az ember, tehát itt is a 13-14-es korosztálytól már bőven el lehet kezdeni a képzést, illetve ezeket a speciális gyakorlatoknak a begyakorlását. Hogy látod, fontos, hogy fiatalon elkezdjük még ezt? Igen, mindenképpen, tehát nekünk sajnos ez nem adatott meg, a mi időnkben sajnos nem foglalkoztak ennyire, nagyon gyerekcipőben volt az egész. Most a gyerekeknek, tehát már diákolimpián is, ami pár éve volt, sajnos most megszűnt, nagyon jó edzőik vannak már, és nagyon jól fel tudják készíteni őket, illetve még a lányokat is, és ott is nagyon jó edzők vannak.